Beszélgetést nézünk, akkor ahogy ígértem, élőben folytatjuk a Pirkadatban. Kis Benedek Józsefet köszöntöm, biztonságpolitikai szakértőt, itt Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket is. És akkor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy először látogassunk el Ukrajnába. Mi történik most, mit lehet tudni, mi történik a fronton, és valóban igazak-e azok a hírek, vagy lehet-e arról valamit hallani, hogy elkezdett kimerülni teljesen Ukrajna, és ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy súlyos kompromisszumokat kell meghozni az ukrán vezetésnek. Ez benne van a pakliba, ahogy szokták mondani, mert nagyon nagy problémák vannak az utánpótlással. Még a fegyverek az csak elmegy, mert abból szállítottak elég sokat, tehát tudják használni, de az emberanyag, a humán erőforrás az rendkívül szerényen áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy katonák nélkül háborúzni nem lehet. Tehát nyilván most egy kicsit lejjebb megy a hadműveleteknek az üteme, tekintettel a rossz időjárásra, de hogyha tervezünk hosszabb időszakra, akkor látni kell az, hogy nagyon nagy bajok vannak az emberi utánpótlással. Hát amikor olyan dolgokat készítenek elő, hogy behívják azokat, akik egyébként katonai szolgálata nem alkalmasak, vagy próbálják összevadászni az embereket, ez már komoly jele annak, hogy nagyon sokan nem szeretnének tovább harcolni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, mint fő utánpótlás biztosító állam, egyelőre belső vitákkal küzd, és azt lehet látni, ugye, hogy a szenátus elutasította az Ukrajnának, és hozzáteszem Izraelnek adandó pénzeket, ami azzal jár, hogy azokat a forrásokat, amik eddig jöttek, azokat pillanatilag bezárták, és hogy most ez hogyan oldódik, még ez a kérdés, nem tudom, de jelenleg a szenátus azt mondta, hogy nem adunk több pénzt, hát látjuk azt a drámai hozzászólást, amit ezzel kapcsolatban a Biden elnök megtett, és mindenképpen arra kell következtetni, hogy ez a vita folytatódik, nincs lezárva, mert egyik konfliktus sem lehet elrendezni anélkül, hogy a források ne állnának rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy Ukrajna esetében ezen kívül még a meglévő eszközökkel folytatják a támadásokat, nem feltétlenül a frontvonalban, hanem a hátországban, és a hátország támadásában látunk új eszközöket, amelyeket az oroszok is alkalmaznak, ezek drónok, drónoknak új változatai, és hát ezzel elég sok bosszúságokat tudnak okozni, különösen akkor, ha megnézzük azt, hogy a lakosság áramellátását például nem tudják biztosítani, vagy olyan dolgokat tapasztalunk, ami arra enged következtetni, hogy hát elég nagy mélységben támadnak. Tehát itt, hogy ezt a Kijevben is időnként támadások vannak. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ország teljes területén. Na most, ami a frontvonalat illeti, nagy előre mozdulás, nagy előrelépés nincs, de szeretném megjegyezni, hogy egyik oldalról sem. Tehát azt is lehet látni, hogy az oroszok sem haladnak. Hát amikor most már lassan a harmadik év fordulójához közeledünk, és azt látjuk, hogy az oroszok a négy megyében közel sem érték el azt, amit szerettek volna, akkor lehet látni, hogy vagy az utánpótlással van probléma, vagy pedig egyáltalán a hadműveletek folytatásával. De hát, hogyha most népszavazást fognak rendezni, ugye márciusban, akkor azért elég furcsán hangzik az, hogy egy olyan területen, ami egyébként most az orosz alkotmány értelmében az Oroszországi Föderáció része, ott tartanak szavazást, holott az a terület de facto az nem Oroszországhoz, hanem pillanatnyilag Ukrajnához tartozik, legalábbis a négy megyének elég jelentős része. Tehát ez azt jelenti, hogy érdekes szavazás lesz egy olyan területen, ami nem az övék, nem az oroszoké. Hát itt valami előrelépés kellene, ami azt illeti a kompromisszumos megoldás illetően. Én úgy látom, hogy ezen a területen vannak kezdeményezések, de egyelőre mindkét fél tartja magát ahhoz, hogy nem feltétlen kíván előrelépni. Látjuk azt, hogy kiderült az, hogy az oroszok már korábban, tehát tavaly próbálkoztak azzal, hogy a két megyét hozzájuk
hozzácsatolják Oroszországhoz, és lezárják a konfliktust, ebben nem ment bele sem a nyugat, és nem ment bele Ukrajna sem. Hát nyilván Ukrajna ezt a nyugat ösztönzésére tette meg, és ha akkor talán lezárták volna, de hát a történelemben nem érdemes visszamenni, mert ez már megtörtént, ezen változtatni nem tudunk, akkor talán jobb lenne most a helyzet. Most elég bizonytalan, hát folyik ez a, mondhatnám azt, hogy különböző intenzitású konfliktus, nem merem azt mondani, hogy alacsony, mert nem alacsony intenzitású a konfliktus, meg nem is állóháború, amiről többen beszélnek, mert ha állóháború lenne, akkor az azt jelenti, hogy a frontok megmerevednek. Nem, egyforma erő, rendkívül hasonló az erőviszony a fronton, nem így néz ki természetesen szélesebb összefüggésben, mert ott az oroszok oldalán van az előny tulajdonképpen. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy nincs komolyabb előremozdulás a fronton, és az ukránok most a legújabb döntés értelmében letettek arról, hogy folytassák a támadást. Tehát világos. Tulajdonképpen nem haladnak előre, de azért, mert nem is akarják, látják, hogy teljesen reménytelen, amivel lehet számolni azok a veszteségek. Egyébként az oroszok is úgy vannak, tehát itt én nem azt mondom, hogy álló háború van, mert nem álló háború, patthelyzet van, azt lehet mondani. Mindkét oldalról szükség lenne újabb erőkre, nagyobb erőkre, vagy egy másik dolog, ez lenne a jobbik eset, hogyha megegyeznének abban, hogy mi történjen. Hát most ugye az amerikaiak, mivel a támogatást úgy néz ki, hogy nem fogják biztosítani, de még itt is lehet persze változás, jelenleg úgy néz ki, hogy a szenátus egyértelműen nem hagyta jóvá. Ha ez esetleg majd megváltozik egy későbbi időszakban, akkor nyilván más helyzettel kell számolni, illetve átvehetik más országok a támogatást az Amerikai Egyesült Államok helyett. Ebben beleértem például az európai országokat, és beleértem azokat a távoli országokat, akik támogatják egyébként ezt a háborút, egész konkrétan Dél-Koreára gondolok, és Ausztráliára, akik több alkalommal megígérték azt, hogy nyújtanak támogatást, és hát nem szabad kihagyni ebből a sorból Japán sem. Tehát itt azért a támogatásnak vannak még lehetőségei, de egyelőre azt meg kell állapítani egyértelműen és határozottan, hogy a legnagyobb támogatást az Egyesült Államok nyújtja, ahol most jelenleg problémák vannak. Ezt a problémákat összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy a következő évben az Egyesült Államokban, az év végén ugyan, de elnökválasztás lesz. Hát természetesen össze lehet hozni. Hát most arról van szó, hogy itt a választási kampány az már, ha hivatalosan nem is, de egyébként folyik, elkezdődött, és hát itt az egyik fél a másiknak úgy tart be, ahogy csak tud. Tehát ennek nyilvánvaló, hogy van egy nagyon szoros összefüggése, és hogyha a Bidenék azt mondják, hogy most kellene pénz, akkor biztos, hogy a másik fél, aki egyébként a szenátusban többségben vannak, mármint a republikánusok, azt fogja mondani, hogy nem. Tehát az összefüggés egyértelmű és világos, igen, nem támogatják egymást, de viszont van egy cél, amiben azért megegyeznek, és ez némi reményt ad azoknak, akik azzal számolnak, hogy támogatás lesz az Amerikai Egyesült Államok részéről, nevezetesen az, hogy a republikánoksoknak is, és a demokratáknak is érdeke az, hogy Oroszországot meggyengítsék, illetve Ukrajna mellé álljanak. Itt most én úgy látom, hogy itt megnézték a pénztárcát, hogy állunk anyagilag, ugye, évvége felé közeledünk, és hát rájöttek arra, hogy azért másra is kellene fordítani pénzt, mondjuk például a déli határok védelmére. Tehát itt azért elvi ellentétek is vannak, de hát ezt neki kell eldönteni, hogy most tulajdonképpen melyik vonalat fogják továbbvinni. Nem biztos, hogy a kettőt együtt, egyforma elánnal tudják folytatni. És az Izrael kapcsán is érdekes, mert ugye a republikánusokra ugye azt mondják, hogy hát ők aztán teljes mértékben Izrael mellett állnak, de akkor ezek szerint hiába képesek akár ezt az Izrael mellett állást úgymond feláldozni egy belpolitikai küzdelemért. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és hogyha figyeli az ember a magyar médiát, ezt kihagyják. Tehát arról nem beszélnek, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Izrael sem, anyagilag legalábbis ebben a helyzetben, pedig egyszerre hozták meg a döntést, és mind a két országra vonatkozik. Izrael esetében én azt látom, hogy itt azért azzal van probléma,
hogy nem feltétlenül egyeznek meg a háború folytatását illetően. Tudjuk azt, hogy ugye amerikai részről, és ebben benne vannak a demokraták is vastagon, azt akarják, hogy minél előbb véget érjen ez a gázai konfliktus, legyen egy olyan megállapodás, amiben benne van a két államiság kérdése, és hát pillanatnyilag ez az izraeli kormányzatnak, ami szintén rendkívül megosztott, nem áll érdekében, tehát ezen a területen nem tudnak előre haladni. Na most az Egyesült Államokban ezek szerint a republikánusok részéről született egy olyan döntés, hogy akkor nem engedelmeskedik Izrael az amerikai elgondolásoknak, és ez nem először fordul már elő persze az Amerikai Egyesült Államok történetében, akkor kevesebb pénzt fogunk adni, vagy nem fogunk biztosítani forrásokat, ami hát az egész háború folytatását, illetve az izraeli politikát nyilván rendkívüli módon érinti, mert attól függetlenül, hogy kaptak meglehetősen sok támogatást, azért azt lehet látni, hogy még ehhez, ha ezt így akarják folytatni ekkora elánnal, mint ahogy elkezdődött egy jó héttel ezelőtt, akkor további támogatásra van szükség, elsősorban speciális lőszerek vonatkozásában, vagy olyan berendezések esetében, amivel például az alagutakat fel lehet számolni, fel lehet deríteni, vagy uram bocsán, meg lehet semmisíteni. Tehát itt azért még nagyon sok mindenre szükség van. Látszik, hogy a britek is beszálltak ebbe, tehát nekik is ott van egy olyan hajó kötelék, amivel tudják segíteni a folyamatokat. Talán a franciák is nyújtanak segítséget, bár ők inkább egészségügyi vonalon, és természetesen a palesztin oldalon, de azt azért lehet látni, hogy vannak ellenvélemények is. Tehát itt a arab országok részéről, illetve Irán részéről felmerült az, hogy nagyobb támogatásra van szükség. Magyarul a háborúnak megvan a támogatása, most egyelőre van egy kis megbicsaklás ebben az egész ügyben, és ezt az Amerikai Egyesült Államok esetében lehet pillanatnyilag tapasztalni. És végezetül arra is kíváncsi lennék, hogy ne adja Isten, hogy ez előforduljon, de akár egy jó hosszú konfliktusra is lehet számítani a Gáza kapcsán? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha az izraeli kormány nem bukik meg még a háború alatt, utána majdnem biztos vagyok benne, hogy igen, hogyha megnézik azokat a történéseket, amelyeket hivaként lehet felrúlni a vezetés részére. Viszont én úgy látom, hogy elég határozott pillanatnyilag a Netanyahu kormány a háború folytatását illetően más opciót nem is mondott, de más nem is mondhat, mert egyelőre csak ez mentheti meg a saját helyzetét. Tehát ha most befejeznék a háborút, akkor az azt jelenti, hogy mindjárt elővennék, hogy na akkor miért tört ez ki, milyen problémák voltak, és ez egy újabb belpolitikai botrány jelentene. Ezért a Netanyahu kormányzat pillanatilag arra törekszik, hogy folytassák a háborút, sőt még nagyobb intenzitással, ami természetesen nagyobb kockázattal is jár. Tehát tulajdonképpen itt egy rólafogta csuka elvel találkozunk, ami egyáltalán nem jó a béke, vagy egyáltalán a háború befejezése szempontjából. Én úgy gondolom, hogy ezen kellene változtatni, de pillanatnyilag én ennek jelét nem látom, bár ne lenne igazam. Hát én is ezt gondolom, hogy akkor inkább mondjuk azt, hogy bár ne lenne igazad, de akkor azt is jelenti, hogy akár Ukrajnát, akár Izraelt nézzük, akkor nem csak idén, de még jövőre is lesz, miről beszélgetnünk. Az egyértelmű. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és rövidesen újból találkozunk. Köszönöm akár szépen, már a jövő héten is. És tekintettel arra, hogy a Hanukának ma van a második napja, mindenkinek boldog Hanukát kívánok, és kellemes pihenést az ünnepekre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most híradó jön, a híradó után természetesen újból élőben jövünk itt a Pirkadattal. Addig is a legjobbakat!